Pácz Imre a vendégem, a megyei agrárkamara elnöke, jó estét kívánok. Jó estét kívánok. Lehet azt mondani, hogy nem éri meg kalászosokat termelni? Hát én azért így nem fogalmaznák, mert kenyérre mindig szükség lesz az elkövetkezendő időkben is, és mint ahogy a bejátszásban láttuk, az étkezési első osztályú búzának leszára, és ez már a két héttel ezelőtti találkozásunk óta is változott, úgyhogy ilyen 200 vagy 300 forinttal emelkedett tonnánként. A jó minőségű búza kevés van az országban, mint ahogy az előbb beszéltünk róla. Ugye két héttel ezelőtt adtunk egy tudósítást arról, hogy befejeződött az aratás, arra utal Rácz úr, és akkor ilyen 4000 vagy 4000 forint feletti árakról beszéltünk még, eladási vagy felvásárlási árakról. Akkor ezek szerint változott a helyzet, hová mozdultak az árak? Igen, tegnap óta befejeztük a betakarítási bizottsági üléseket, és tegnap már 4400 és 4500-ról beszéltünk. Egyébként a nemzetközi piacon milyen az árhelyzet, vagy a felvásárlási árak, milyen felvásárlási árak vannak? Hát az a baj, hogy a nemzetközi piacon nincs jelentőség a magyarországi búzának, ugyanis kevés van. Ahhoz sok, hogy Magyarország lakosságának a kenyérnek valót biztosítsa, körülbelül 15 millió embert is elláthatnánk kenyérnek valóval, ahhoz sok, de a világpiacon mi nem nagyon. Igen, mert a hazai árakat szokták hasonlítani más növénykultúrák tekintetében a nemzetközi árakhoz, ezért voltam erre kíváncsi, hogy lehet-e ez összefüggésben, vagy a kettő összefüggésben. Nem marad akkor raktáron a magyar gabona idén? Én szerintem a első osztályú búzának meg lesz az ára, ez valamivel az 5000 forint közelébe lesz rövid időn belül. Én úgy gondolom, hogy ha 5000 forint körül tudjuk értékesíteni, és hál' Istennek a termés átlagra se panaszkodhatunk, akkor már úgy gondolom, hogy kiszámíthatóbbá válik ez a növénynek a termesztése is. Hogyha a minőségnél maradunk egy nagyon picit, akkor azt hallottuk, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében nagyon jó a minőség, tehát az országos átlagtól is jobb, viszont országos viszonylatban takarmánybúzából termett több. Ez minek tudható be? Hát egy része annak is tudható be, hogy sok megyében olyan fajtákat is alkalmaznak már, ami inkább arra megy el, hogy nagyobb tömeget állítanak elő, és mondhatnánk, hogy nem olyan jó minőségű, nem olyan jó beltartalommal. Talán az idő majd ezt helyre teszi, mert lehet, hogy előbb-utóbb, ha keresettebb lesz, és nagyobb lesz az olló a takarmánybúza és az étkezési búza között, akkor én úgy gondolom, hogy mi jó utat választottunk akkor, amikor nem arra mentünk el, mert mi úgy se tudnánk 80 mázsás búzát termelni, a talajadottságaink ezt nem teszik lehetővé, de ha megmaradunk itt az 50 mázsa környékén, és jobb árut állítunk elő, akkor talán ott vagyunk, mint akik nagyobb mennyiségre mennek. Tehát akkor mi a hagyományos fajták nem maradtunk, és némileg ez hoz valamilyen hasznot mégiscsak a szabolcsi gazdáknak. Igen, magyar fajtáknál maradtunk, és akkor ezek ide lettek ezekre a talajra kikísérletezve, és amik a 80 mázsákat, meg 90 mázsákat tudják, azoknak a tápanyagigénye, illetve a talajminőségének az igénye is magasabbak, úgyhogy talán csalódás éri azokat, akik csak olvasgassák, hogy 80-90 mázsás búzát lehet termelni, mert azt már nem veszik figyelembe, hogy mi nem egy jó minőségűn akarjuk ezt megtermelni. Milyen volt a termésmennyiség és minőség a gabonafélék, tehát más gabonafélék tekintetében, nézzük például a rozs? Hát a rozsra, mivel az utolsó növényként takarítjuk be, talán annyit mondhatunk, hogy azt már érte az a bizonyos vihar, amit szoktunk emlegetni, és amit nagy mértékben ledöntött, az már a beérés előtt volt, és a talajhoz közeli állapotban elkezdett lecsirázni, és a gyomnövény is feljött, ahogy ledőlt a szalmája lényegében, és akkor ennek egy bizonyos része az eső után már kimaradt. Nem csak kalászosok tekintetében, hanem más növénykultúrákban, itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében sokkal nagyobb károk keletkeztek. Ugye a július eleji jégeső viharkár Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egyes részein teljesen tönkretette a gyümölcsösöket. Most már azért összesítették a károkat, látják, hogy milyen területeken milyen jellegű veszteség érte a gazdákat. Én úgy gondolom, hogy a legnagyobb károk a gyümölcsösökben keletkeztek, ugyanis ott a
kevesebb gyümölcs volt várható a tavaszi fagykárok miatt is, amik megmaradtak, azokra nagy szükséglet van, mint étkezési alma, gyümölcs, vagy akár más körte, vagy a szívárról is beszéltünk, és akkor ez a jégverés azokat a településeket, azokat a járásokat érte, ahol a fagy nem keletkezett, ahonnan várható volt, hogy jó, minőségi gyümölcs lesz betakarítva, sajnos azok tönkrementek. A szántóföldi kultúrákban napraforgó kukoricák, ezek úgy tűnik, hogy olyan mértékű kár nem keletkezett bennünk, mint akkor, amikor a helyszíni szemléket lefolytatták. Mondhatjuk azt, hogy túlélték ezt a veszteséget. Hát igen, a kukoricára inkább azt lehet mondani, hogy túlélték, a napraforgó is az, amit nem döntött ki egész a vihar, azok túlélték ezt. Jó, károkat enyhíthetnek-e a kárenyhítési alapból ezek a gazdák, jutnak-e pénzhez, és ha igen, akkor hogyan, miként? Hát most nagyon kell figyelni a gazdáknak, hogy szeptember elején, augusztus végén az MVA ki fogja értesíteni a gazdálkodókat a beadott területalapú támogatás igényük szerint, hogy mennyi kárenyítési összeget kell nekiek befizetni, és amikor ezt befizették, akkor nagyon fontos, hogy ez a megadott határidőre érkezzen is meg az összeg, mert nem csak a postára adás számít, hanem a beérkezés, és utána november 30-áig még van egy fontos teendőjük, addig a hozamkiesést ki kell számolni, és azt az igényt meg kell igényelni az MVH-tól. Nagyon fontos, mert sok gazdálkodó, főleg akiket hál' Istennek eddig nem ért kár, az nem tudja azt, hogy majd ha a kárenyítési alapba befizeti ezt az összeget, avval még nem tudta le az összes kérelmét meg bejelentést, hiába folytatták le most a helyszíni szemlét, ez ebből a három fontos tényezőből áll, és tavaly is sokan voltak azok, a 100 milliót meghaladja azoknak az összegnek az értéke, amit a gazdálkodók azért nem vittek el, mert be is fizették a kárenyítési összeget, időre is befizették, csak éppen november 30-áig nem végezték el, hogy nekik milyen káruk keletkezett, mert az majd akkor bizonyítható betételesen, amikor a betakarítás befejeződik. És ezt követően, hogyha azt a hozamkiesést közlik önökkel, illetve az MVH-val november 30-áig, még egyszer elmondjuk a dátumot, az idén pénzhez is juthatnak, hiszen ez a kérdés felmerült részükről. Hát én nem valószínű, hogy pénzükhöz jutnak még az idén, mert ez nem szokott gyakori lenni, hogy november 30-áig úgy beadják az igényeket, és ezt ott egy hónap alatt esetleg lehetne előleget igényelni, ha ezt a miniszter elrendelni. Akkor csak a következő évben lehetnek ebből kifizetések. Még egy gyümölcsöt nézzünk meg, a szabolcsi almát. A szüret az még egy picit odébb van, de már azt jósolják a szakemberek, hogy a minőség kárt szenvedett, a szabolcsi alma minősége. Így van, nagy kárt szenvedett. Én úgy gondolom, hogy 65%-át itt termeljük meg Szabolcs-Szatmár-Berény megyében az országos termésből, és ha itt ilyen mértékű kár keletkezett az étkezésébe, az lehet, hogy az étkezési almát nem is tudja az igényeket kielégíteni. Mit jelenthet ez? Milyen termésmennyiségre lehet számítani? Én úgy gondolom, hogy a léalmában nem lesz sokkal kevesebb, ugyanis sok étkezésnek termelt alma átmegy a jégverés miatt léalmába, de étkezéséből így természetesen nem lesz biztosítható, én úgy látom a hazai igény. Nyilvánvalóan most még nem lehet megmondani, hogy a léalmának milyen lesz az ára, mert ez lesz a következő kérdés a gazdák részéről, hogy vajon mennyire tudja majd értékesíteni, mégis mifelé mozdulhat el itt az ár? Hát én úgy gondolom, hogy az indulási ár egy ilyen 20 forint körül, vagy valamivel alatta lesz. Ez az indulási ár, arról őszintén elmondhassuk, hogy ez egy nem egy jó minőségű alapanyag, még a sűrítménygyártáshoz is, és ez az augusztus vége és szeptember elején indulnak meg majd azok a mik direkt sűrítmény rezisztens fajták, ami direkt erre lett eltelepítve, akkor várható, hogy a léalmának az ára kialakul. Én nagyon remélem, hogy felfelé fog elmozdulni, amikor már minőségi alapanyag fog bekerülni a sűrítményüzemekbe. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Mi meg köszönjük a lehetőséget.